Búcsúszolgások a Tolna és Baranya megyei protestáns németeknél címmel tartott előadást Köchlerné Koch Ilona, a bonyhádi német önkormányzat elnöke. A magyarországi németek egyik legnagyobb ünnepe a búcsú, amelyet minden vallási felekezet megtartott. Egy-egy falu búcsúja a templom szentjének névnapjához kötődött, ezek az összejövetelek még több világi elemet foglaltak magukba, mint a hagyományos katolikus búcsú. Idegenek rendszerint csak a szomszédos falvakból jöttek, mert ez a mai napig elsősorban a falu ünnepe, melyre igyekeznek azok is hazajönni, akik más faluba, esetleg más országrészbe származtak el innen. A katolikusok inkább a templom szentelést ünneplik meg, mert a kirvály az templom szentelést is jelent, és a katolikusoknál inkább ez maradt meg, viszont a protestánsok és a protestánsok, az evangélikusok és a reformátusok sokkal jobban megünneplik, főleg náluk ősszel, novemberben van a búcsú, ugyanis volt egy királyi császári rendelet, ami megtiltotta a nyári nagy lakomát és a nagy ünnepeket, és áthelyezték őszre a búcsút. Ezért volt, ahol kétszer is ünnepeltek, volt nyáron egy kisebb búcsú, ősszel pedig egy nagy búcsú, és a reformátusoknál, evangélikusoknál jobban megmaradt ez a hagyomány, és Tolna megyében három helyen is őrzik még ezt a hagyományt. Mórágyon, ők reformátusok, Nagymányokon, a Nagymányoki Tánccsoport, a Kismányoki evangélikus búcsút tette színpadra, és minden éve meg is ünneplik, valamint a bonyhádiak, ők is egy evangélikus búcsút elevenítettek fel, és évről évre ezt megünnepeljük, őrizzük a hagyományokat, és továbbadjuk a következő nemzedéknek. És ez azért is nagyon érdekes, mivel, ahogy mondtam, az evangélikus és a protestánsok jobban megörökítették ezeket a hagyományokat. Ezeket az őseink még Németországból hozták magukkal, főleg hesseni gyökerű ez a búcsús szokás, de nem csak Hessen, mivel a mórágyiak egy része Rheinland-Pfalzból származik, és ők is megünneplik. Vannak hasonlóságok és vannak különbözőségek ezekben a szokásokban. A hasonlóság az, hogy általában háromnapos volt a búcsú, a búcsút megelőzte legtöbbször egy előbúcsú, és nagy-nagy készülődés volt, ugyanis erre az időre már befejeződtek az őszi munkák, és volt anyagi lehetőség is arra, hogy egy nagy ünnepet ünnepeljenek, és hogyha valaki nem végzett véletlen az őszi munkával, azt a búcsú alkalmával egy versben kigúnyolták. Tehát mindenki nagyon igyekezett azért, hogy minden rendben legyen, vendégeket hívtak erre az alkalomra, távolabbi településekről is érkeztek rokonok, barátok, és a férfiak állatokat vágtak, a házat csinosították, lemeszelték, a présházat is rendbe tették, az asszonyok is készülődtek, mert nem volt mindegy, hogy milyen ételeket készítenek, a lányoknak pedig a búcsús ruhához különböző ruhákat vásároltak, új ruhát kellett húzniuk, ráadásul nem is egyet, hanem minimum hármat, és mindegyik különböző szeretett volna lenni, és a legszebb szeretett volna lenni. Tehát ez is mind az előkészületekhez tartozott. A fiúk pedig településenként választottak maguk közül búcsús fiúkat. Kismányok egy kisebb település volt, ott csak 6 fiú volt. És a fiúnak el kellett menni a búcsús lány házába, és a szülőktől el kellett kérnie a fiatal lányt, hogy ő lehessen a búcsús lány, ami egy nagy megtiszteltetés volt, és a fiú mindjárt el is vitte egy kalapot, egy fekete kalapot, amit a lány feldíszített nagyon szépen, virágokkal, ezüst papírral szalagot tett rá, és ez is különböző volt, hogy melyik településen milyenek voltak a kalapok. A legszebb búcsús kalapok Kismányokon voltak, Hidason és Nagyhajmáson, teljesen körbe voltak virágokkal, de voltak olyan települések, ahol csak egy oldalt voltak ilyen kis koszoruk. Tehát voltak különbözőségek is, Mórágyon például 4 búcsús pár volt. Viszont Mórágy egy nagyobb település volt, a kitelepítés előtt közel 2000-en laktak ebben a faluban, és ott volt az alsó falunak is egy búcsúja, valamint a felső falunak is volt egy búcsúja. És ezt a kocsmaudvarban tartották, és ott ugye 4 pár volt,
és a legfiatalabb volt, amikor már 14 éves volt. De a kismányokat említettem még, ott, mivel egy kicsi falu volt, nem volt minden évben búcsú, tehát összevárták. Volt, amikor csak 2-3 évente volt egy búcsú, viszont ott 6 búcsús pár volt. Majos, ugye Bonyháthoz most már hozzátartozik Majos, de korábban egy önálló település volt, és ott pedig nagyon sok pár volt. Az egy szép nagy település volt, és nem volt meghatározva, hogy hány fiú legyen és hány lány, hanem azok a fiúk, mielőtt bevonultak katonának, ők voltak a búcsús fiúk, és ők választottak maguknak egy búcsús lányt. Az előadáson megtekinthető volt az az egyedinek számító fényképgyűjtemény, amelyet Köhlernikok Ilona 30 éve gyűjt. A legrégebbi fénykép még 1913-ból való, de a legutóbbi is II. Világháború korabeli, azaz 1941-ben készült.